A közmunkaprogramnak köszönhetően is csökken a munkanélküliség mértéke. A legfrissebb adatok szerint országosan 6,4%-ra csökkent. 4 millió felett van a foglalkoztatottak száma Magyarországon. Ezek a friss KSH adatok. Jövőre a kormány tovább növeli a közmunkába bevonhatók számát, és mintegy 340 milliárdos keretösszeget biztosít ehhez. A témában vendégem dr. Simon Miklós, Fidesz KDNP-s országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Képviselő úr, miért tartotta fontosnak a kormány, hogy ilyen mértékben megnövelje a keretösszeget, illetve a közmunkások számát? Ugye, ebben az évben döntöttünk a 2016-os költségvetésről, és azt a célt tűztük ki, hogy 2018-ra lényegében teljes foglalkoztatottságot szeretnénk elérni az országban. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküliség 3% alá kell, hogy csökkenjen. Ezt a célt tűztük ki. Ennek egyik eszköze a közfoglalkoztatás. Emellett számos egyéb gazdaságfejlesztési intézkedést tett a kormány, amelynek eredményeként az aktív munkaerő piacon is jelentős munkahelyszám növekedés tapasztalható. 17 hónapja 4 millió fő felett van a foglalkoztatottak száma, tehát ez egy tartós hatás. A választókerületre, ha odafigyelünk Nyírbátor térségére, akkor azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy munkaerőhiány lépett fel az elmúlt másfél esztendőben, inkább egy évet mondanék. A 2010 óta 2500 új munkahely, piaci munkahely létesült a térségünkben. A Koloplastnál az Erkab in Hungary Kft. És számos egyéb új üzem nyitotta meg a kapuit, tehát a közmunka is segít abban, hogy ezen jelentős mértékű csökkenést érjük el a munkanélküliség tekintetében, de nem ez az egyedüli lehetőség. Miben látja még a lehetőséget a kormány? Hát ugye most indul az új gazdaságfejlesztési program, 2014-ben indult, de most kezd felpörögni, ugye megjelentek a gazdaságfejlesztési pályázatok. A célunk az, hogy 10 év alatt ugye 1 millió új munkahely jöjjön létre az országba. A részeredmények jók. A választókerületi, a térségi szintben gondolkodunk, akkor tartjuk az időarányos új munkahelyek számát. Na most a helyzet az, hogy tavalyhoz képest a közfoglalkoztatottak létszáma, az október végi adatokat nézzük, akkor egy 8%-kal csökkent. Ez éppen azért annak tudható be, hogy az aktív munkaerőpiac elkezdte vonzani a munkaerőt, és ilyen tekintetben ugye a nyírbátori térséget, ha említem, akkor egy 3000 főről lecsökkent 2700 főre a közfoglalkoztatásban érintettek száma, és ugyancsak a Nagykállói térségben ugyanilyen csökkenés mondható el. Én ennek örülök, mert hogy a foglalkoztatottság az nőtt, és közben a közfoglalkoztatottak száma pedig csökkent. Ez azt jelenti, hogy az aktív munkaerőpiac bekapcsolódott. Mennyire tud majd rugalmas lenni ez a rendszer? Hiszen itt úgy látom, hogy elég keményen egyensúlyozni kell a gazdasági igények, meg a kormány céljai, a kormány program között. Ugye az a hír járta tavaly ilyenkor, hogy a gazdálkodók nem kapnak embereket. Erre egy törvénymódosítás született a tavaszon, aminek a hatása az lett, hogy a gazdálkodók hozzájuthatnak a munkaerőhöz, mert hogy az önkormányzatoknak hozzá kell ugye járulni, hogy azok a személyek, akik szeretnének az aktív munkaerőpiacra lépni, azok ki menjenek a közmunkaprogramból. De hát
Szeretném aláhúzni, hogy a közmunka az egy eszköz arra, hogy nagyon sok embert, akik egy kicsit, hogy mondjam, elszoktak a munkavilágától, azt visszavezessük a munkavilágába. Tehát ez egy jó eszköz, mert én Nyírbogátról tudnék napokat mesélni, hogy milyen történetek voltak, családos emberek, hogy mutattak példát a gyerekeknek a munkakerülésre, és amióta 2012-ben bevezettük a közfoglalkoztatást, azóta egy kicsit megváltozott a mentalitás. Azon családoknál is, akik nem éppen jó szívvel tekintettek a munkahelyekre. Van értelme a közfoglalkoztatásnak, ezt bemutatta egy kiállítás, amiről a Kölcsei Televízió is hírt adott, ugye 2-3 héttel ezelőtt a Vajdahunyad várában, illetve az ott lévő területen, Hősök terénél a belügyminisztérium egy kiállítást szervezett, ahol minden járásból meghívtak egy települést, és ott bemutatták a mezőgazdaság és start közmunka programban milyen termékeket állítanak elő. Hát leesett az állam, hogy őszinte legyek. Ezen azok, a mi térségünk is részt vett ezen a kiállításon? Igen, részt vett Csenger és Nyírbogát is bemutatta a termékeit. Ugye tavaly a Nyírbogát önkormányzata a start közmunkából egy savanyító üzemet, start közmunkaprogram segítségével egy savanyító üzemet létesített, 5 fő dolgozik ott, és a pavilon az nagyon jól sikerült, rengeteg több száz látogató jött gratulálni, hogy milyen nagyszerű zöldségféléket, gyümölcsöt állított elő az önkormányzat. De nem csak a közmunkaprogram ért el szép eredményeket az utóbbi időben a térségben, igen, hiszen új út fog épülni, kerékpárutak épülnek a térségben. Igen, ez egy másik örvendetes dolog. A térségünkben 35 kilométer új kerékpárut épül. Erre szerintem már évtizedek óta nem volt példa. A 471-es főútvonal mellett Nyír Adonytól egészen Nyírmeggyesig épülnek most a kerékpárutak, nagy munka folyik. A 471-es főútvonalat ugye halálútnak nevezik sajnálatos módon, és ilyen formában is szeretnénk a közlekedés biztonságát növelni. Ez a beruházás mintegy 1,8 milliárd forintba kerül, tehát Nagykáló térségében is közel 10 kilométer kerékpárút létesült az elmúlt időszakban. És ugye, ha már itt tartunk, akkor szeretném elmondani azt, hogy Újfehértó belterületén megindult a 49-12-es útnak a felújítása. Ezt azért tartom fontos dolognak, mert megyei szinten is hullámokat vetett jobbikos és szocialista képviselők, méltánytalannak tartották, hogy ha bár a tavaszon megígértük az út felújítását, még nem indultak meg a munkálatok, de egy kormány döntés jóvoltából 825 millió forintból megindult a 49-12-es, ez Újfehértó-Nagykáló összekötő utat jelenti, első szakaszának az építése. Ez egy nagyszerű eredmény. Gratulálunk hozzá, és köszönjük, hogy befáradt hozzá. Én köszönöm. Köszönöm szépen.